Több mint két évtizede alakult meg a Westside Táncsport Egyesület, amely az óvodásoktól a felnőttekig valamennyi korosztályt megmozgat, és az amatőrtől a profi szintig képzik a sporták szerelmeseit. Eredményekből sem volt hiány, hiszen többszörös magyar bajnoki cím mellett Európa és világbajnoki címeket is szereztek. A koronavírus járvány rányomta bélyegét az egyesület mindennapjaira 2021-ben. Novemberben egyetlen versenyen vett részt a Westside egyik formációja, amely végül aranyérmet szerzett. Ezen kívül viszont csak családi és nyílt napokat tartottak, valamint keményen dolgoztak a következő esztendőre, és valamennyien, így az egyesület vezetője Vince Csaba is bizakodnak, hogy jót is tartogat számukra a 2022-es év. Hát ezt a színvonalat remélem tudjuk tartani, mint eddig is szoktunk, bár szeretnék egy kicsit mindig följebb, de ugye, hogy nő fel az új generáció, ők már mindig jobban teherbíróbbak, mint a régebbiek, pedig a régiek se gyengék, de ezt azért látjuk, hogy a mostani 5-6 évesek már durvábban táncolnak, mint az 5-6 évvel ezelőtti 5-6 évesek. A Westside táncosait a versenyidőszak kezdetéig is láthatják a táncsport rajongói, hiszen több rendezvényen is fellépnek, és ahogy megszokhatták a kosárlabda szurkolók, a bajnoki címvédő és listavezető Falcó Volvo autószombathely együttesének szüneteiben szintén láthatják a táncosok bemutatóit, akik 2022-ben ismét szeretnének jelentős sikert elérni a nemzetközi porondon is.